A megalapozott gyanú szerint egy fiatalkorú szolnokon az utcán leszólított egy fiatalt, majd pénzt kért tőle. A sértett megtagadta a kírést, ezért veréssel és késeléssel fenyegette meg a fiatalkorú. Áldozata a fenyegetés hatására átadott 2500 forintot a követelőnek. Aki ezt követően távozott. A rendőrök adatgyűjtés követően másnap előállították a feltételezett elkövetőt a Szolnoki rendőrkapitányságra, és rablás büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók a fiatalt őrizetbe vették.